Sziasztok, én Huberix vagyok, és ebben a videóban az Ishin E58-as drónról fogok nektek beszélni. Készítettem külön felvételeket arról, hogy milyen részei is vannak ennek a drónnak, továbbá a vezérlőjének, milyen alkalmazással tudtok hozzáférni az élőképéhez, hogyan tudtok videót rögzíteni és azt majd letölteni, és ebben a videóban erről fogunk beszélni, és közben természetesen be lesznek vágva a jelenetek segítségképpen. Tehát először is kezdjük magával a drónnal, nagyon egyszerű bekapcsolni, a tetején van egy bekapcsoló gomb, hosszan lenyomjátok, bekapcsolódik, emellett utána bekapcsoljátok a vezérlőt is, tehát a joystickot is, majd miután ez megtörtént, akkor nyomtok egyet a baloldali joystick részen felfele, majd lefele, ezután megnyomjátok a baloldali joystick mellett jobb oldalon lévő felfele mutató nyilat, és fel is szállt a gépezet. No, de kicsit előre haladtunk, menjünk egy kicsit vissza a felépítéséhez. Ugye 4 darab rotor van rajta, és ezeket a rotorokat, propellereket a rotorvédők védik, ebből is ugye 4 darab van. Ez abban segít, hogyha esetleg neki megy a falnak, akkor egyszerűen csak lepattan róla, nem pedig lezuhan, vagy eldeformálódik, stb. Hogyha megfordítjátok a drónt, akkor bele tudtok helyezni egy microSD kártyát, amire majd a későbbiekben a videót rögzítitek. Hát egy ilyen kisebb akkumulátor jár hozzá, hogyha kettővel veszitek, akkor is viszonylag egész olcsón, körülbelül 50 dollárból megúsztátok az egészet. 1280x720-as felbontású videót készít a kamera, ami egyébként állítható, tehát be tudjátok állítani, hogy felfele, vagyis előre nézzen, vagy az, hogy teljesen lefele, tehát azt lássa, ami maga alatt van, tehát a drón alatt, és az alkalmazásával tudjátok nézni az élőképét, továbbá ott tudjátok elindítani a videót, leállítani a videót, továbbá ott is tudjátok irányítani, de erre nincsen szükség, mert van vezérlője. A drónt háromféleképpen tudjátok tölteni, tudjátok powerbankról, tehát USB-vel, tudjátok a számítógépetekről, vagy akár konnektorból is, tehát megvan adva a lehetőség, a vezérlőbe pedig 3-4 darab ás elem kell. A drónnak az eleje és a hátulja is villog, tehát elől a két kis szeme úgymond fehér fényt ad ki, a hátulja pedig pirosat, így akár hogyha sötétben drónoztok, akkor látjátok, hogy hol van az eleje és hol van a hátulja, így nagyobb az esély arra, hogy nem fogjátok elveszíteni. Elég sok gomb található a joystickon, most ezeket fogom nektek bemutatni. Bal oldalán található vezérlő joystick az arra való, hogy fel és lefele közlekedj a drónnal, továbbá, hogy balra a saját tengelye körül megfordítsd, továbbá jobbra is megfordítsd a saját tengelye körül. A jobb oldali joystick, a jobb oldali része, az pedig arra szolgál, hogy előre menj vele, vagy hogy hátrafele, balra és jobbra. Tehát a bal oldali az a fel-le, továbbá a forgás a saját tengely körül, a jobb oldali pedig a haladás, tehát hogy menj előre, hátra, balra, jobbra, és ezt a kettőt kombinálva tudtok szép kis felvételeket készíteni. Találhatók még úgynevezett trim gombok is a joystickon. Ez annyit jelent, hogy lehet, hogy alapból gyárilag nincs bestabilizálva úgy a drón, hogy használat közben ne lejtsen valamilyen irányba, és akkor így tulajdonképpen nektek már csak annyit kell csinálni ezekkel a gombokkal, hogy a környezetnek megfelelően beállítjátok a drónnak a stabilitását. Tehát tegyük fel, mondjuk így van egyenesen a drón, és megnyomod a trim gombot, a jobb oldalit, akkor elkezd jobbra lejteni, ha a bal oldalit balra, és megpróbáljátok egyenesbe hozni. Vannak felfele és lefele mutató trim gombok is, ez annyit jelent, hogy előre vagy hátra döntsön-e, és ezeket használva tudjátok kiegyenesíteni magát a drónt. Picit eldugott helyen, de található még plusz 4 gomb a vezérlőnek a hátulján.
A bal oldalatoknál a felső gomb az a fotó-videó, tehát hogyha hosszan lenyomva tartjátok, akkor csipogni fog és elindul a videó, ha röviden, akkor pedig elkészül a kép. Alatta található a headless mode gomb, ami annyit jelent, hogy mindegy, hogy hol található a drónnak az eleje, hogyha magatok felé húzzátok a joystickon a gombot, akkor magatok felé fog jönni a drón. Tehát a joysticknak az állapotát nézi ez a headless mode, nem pedig az, hogy merre van a drónnak az eleje. A jobb kezeteknél felül található a sebességgomb, 3 fokozat van. Van az 1-es, 2-es és a 3-as, értelemszerűen a 3-as a leggyorsabb, az 1-es pedig a leglassabb, és található az alatt egy 360 spinnes gomb, amikor tulajdonképpen a levegőben megfordul a drón. Kézből is lehet egyébként repíteni a drón nagyon egyszerűen, az alkalmazást pedig le tudjátok a Google Play-ről nagyon egyszerűen tölteni, Yi UFO a neve, SD kártya is tehető bele, továbbá a rotorvédőkkel, hiába megy neki a fának, lepattan róla és nem lesz semmi baja.